egy arakanga, vagy más néven sárga szárnyú ara. Egyike annak a sok száz madárnak, amelyet a földkerekség egyik legnagyobb agyagfala nap mint nap vendégül lát. De a színpompás sokadalom nem marad észrevétlen. A folyó túlsó partjáról turisták figyelik a papagájokat és arákat. A madarak cseppet sem zavartatják magukat. Az elmúlt évek alatt hozzászoktak a kíváncsi tekintetekhez. A látogatók jelenlétének köszönhető, hogy az agyagfalon újra és újra megismétlődik a madárkavalkád. Úgy, ahogy évszázadok óta minden reggel. Itt, ebben a hatalmas és érintetlen trópusi esőerdőben, Tambopatán. A Tambopata rezervátum a perui Amazonban, az Andok árnyékában fekszik. Biológiai sokféleségét tekintve, ez a föld egyik leggazdagabb területe. Állat- és növényfajok ezreinek nyújt otthont. Történetünk több mint két évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor két jó barát, Eduardo Nicander és Kurt Holle az esőerdő által elbűvölve elindultak, hogy felfedezzék szülőhazájuknak ezt a távoli, eldugott zugát. Azonnal látták, milyen különleges ez a hely, és szó szerint a megszállottjai lettek. Néhány évnyi előkészítő munka után 1992-ben úgy döntöttek, hogy alapítanak egy ökoturizmussal foglalkozó vállalkozást. A központ elsősorban biológusoknak létesült, hogy a környéken élő arákat és az erdő többi lakóját tanulmányozhassák. Amikor Kurt és Eduardo felismerték a veszélyt, amit a fakitermelő cégek jelentettek erre a különleges tájra, azonnal kampányt kezdeményeztek. Céljuk az volt, hogy létrehozzanak egy rezervátumot, és a kampány sikerrel járt. Rainforest Expeditions has three lodges in the Tambopata Basin. Jelenleg három vendégházunk van Tambopatán. Egy a Tambopata Nemzeti Rezervátumban, kettő pedig annak a peremén. Ebből egy az Infierno indián közösség területén helyezkedik el, ami a rezervátummal határos. Puerto Maldonado a város, ahonnan a folyón utazva megközelíthetőek ezek a vendégházak. Az első vendégház a Posada Amazonas 2 óra csónakkal a várostól, a Refugio Amazonas 4 óra, a Tambopata Kutatóközpont pedig 7 óra csónakkal, és egyben ez az egyetlen, amely a Tambopata Nemzeti Rezervátumon belül található. Egy rezervátum létrehozása érzékenyen érinti az őslakók közösségeit, akik ha elzárkóznak a változás elől, akkor a kudarc garantált. És az Infierno indiánjait meggyőzni valóban nagyon nehéz feladatnak bizonyult. Éppen csak megérkeztünk Tambopatára a 90-es évek elején, és egyből meglátogattuk az indián közösséget. Mondtuk nekik, hogy szeretnénk kikötni a földjükön a kutatóközpont felé menet, és ha lehet, időnként vinnénk vendégeket a tavaikra. Mire ők? Nem, nem bízunk bennetek, nem ismerünk titeket, nincs üzlet. Közben beindult az ökoturizmus, és 4-5 év alatt sikerült személyesen megismernünk a közösség tagjait, és sikerült megtörni a jeget. Az üzlettársam ugyanis, Eduardo, 6 hónapon keresztül családról családra végigjárta az Infierno közösségét, mindenkinek személyesen elmagyarázta, hogy lényegében miről szól ez a projekt. Olyan dolgokról is beszélt, ami evidensnek tűnik, például a nyaralás fogalmáról, hogy miért akarja valaki átrepülni a félvilágot, hogy aztán ebben az erdőben bóklászon. Eduardo őszintén beszélt a jövőről is, hogy nem tudni, hogy a mezőgazdaság vagy a turizmus lesz a jövedelmezőbb, és így tovább.
tovább. És ez így ment, fél éven át. És lásd csodát, a hatodik hónap végén elmentünk a közösségi gyűlésre, és aláírtuk az együttműködési szerződést. Ekkor építettük Posada Amazonas 1996-ban. And that's how Posada Amazonas got started, and this was 1996-1997. Hatékony természetvédelmi munka elképzelhetetlen tudományos háttér nélkül. Kurt és Eduardo azonnal felismerte ezt, és kezdettől fogva tárt kapukkal várták a kutatókat a világ minden tájáról. Olá György is az élővilágra, egészen pontosan a káprázatos arapapagájok életmódjára kíváncsi. Ezek a pompás külsejű madarak a vadonban akár 50 évig is élhetnek. A párválasztás legtöbbször egy életre szól, de azért akadnak családi drámák. A kutatók Tambopatán voltak már szemtanúi válásoknak és béküléseknek is. A rendszeres megfigyelés sok mindent elárul a papagájok magánéletéről. Ahhoz azonban, hogy megismerjék rejtett titkaikat, a kutatóknak más módszereket kellett alkalmazniuk. Érdemes például összegyűjteni a levedlett tollakat. A civakodások után az agyagfalra hulló tollak ugyanis felbecsülhetetlen információforrásként szolgálnak a biológusok számára. Reggel a szemben lévő partszakaszról, arról a szigetről láttuk, hogy itt volt a legnagyobb a madarak jelenléte, úgyhogy feljöttünk ide tollakat keresni. És igazunk volt, rengeteget találtunk, nagy testű aráktól kezdve, kisebb papagájfajokon át, egészen Amazon papagájokig. Ezekből a tollakból pedig DNS-t fogunk kivonni a laboratóriumban. A DNS elemzésével a kutatók nem csak az agyagfalat látogató madarak egyet számát becsülhetik meg, de az egyes fajok populációjának méreteiről is képet alkothatnak. A genetikai vizsgálatok még olyan kérdésekre is segítenek választ adni, hogy például mekkora távolságokat repülnek a különböző madarak, tehát mekkora területre van szükségük a túléléshez. Így segíti néhány elhullajtott toll a természetvédelmi munkát és a papagájfajok megőrzését. A genetikai eredményekből mára kiderült, hogy az arák egy-egy agyagfalat preferálnak, amit aztán rendszeresen látogatnak. A legnagyobb agyagfalaknak, mint például ennek itt, több száz törzs vendége van. Tambopata erdeje nátriumban szegény, ezért a növényi étrenden élő madaraknak táplálék kiegészítésre van szükségük. Ez az oka ennek a pompás nyüzsgésnek minden reggel Tambopata agyagfalain. A Tambopata rezervátumba az út Puerto Maldonadón átvezet. A 140 ezer fős város lakossága és mérete egyaránt sebesen növekszik. Néhány évvel korábban nem sokan akartak ide költözni, de időközben történt valami, ami mindent megváltoztatott. Megkezdődött az óceánközi autópálya építése, ami kelet-nyugat irányban keresztbe vágja a kontinenst, és vele együtt az érintetlen esőerdőket. Soha nem látott ütemben gyorsult fel az erdőirtás üteme, a vadászat, a halászat, és ami a leginkább pusztítónak bizonyult az amazóniai esőerdő számára, az aranymosás. Húsz évvel ezelőtt amolyan buborékban éltünk itt Tambopatán és a Madre de Dios területén. A fejlődés és a környezetre kifejtett emberi hatás elhanyagolható volt. Aztán valamikor az elmúlt évtized során minden fenekestől felfordult.
Emelkedni kezdett az arany értéke, most már nagyjából mindig $1000 felett jár unciánként. Ez rengeteg aranymosót, szerencsevadászt vonz be az Andokból, mindenfelé a Madre de Dios területére. Senki sem ellenőrzi őket, és borzasztó pusztítást visznek végre. Jelenleg több mint 30 ezer illegális aranymosó tevékenykedik Madre de Diosban. A folyamat során hatalmas erdőrészeket semmisítenek meg, amelyeknek helyén nem marad más, mint a puszta föld. A higany, amit az arany kivonásához használnak, halálos méreg. A nehéz fém bemosódik a folyókba, ahonnan a táplálékláncba épül, a növényeken, a halakon és egyéb állatokon keresztül pedig végül eljut az emberek asztalára. Az arany után folytatott esztelen hajszában csak a Madre de Dios területén évente 3000 hektár esőerdőt semmisítenek meg. A Madre de Dios folyó felett átívelő hidat, egyben az óceán közi autópálya utolsó szakaszát 2012. márciusában fejezték be. Ez még több embert vonz a környékre, felgyorsítva minden tevékenységet, beleértve az illegális kereskedelmet is. Mindeközben a kutatók azon fáradoznak, hogy az aráknak legyen elég fészkelő helye. Ezek a madarak nagyon válogatósak ebben a tekintetben, és nem véletlenül. Az odóbiztonsága meghatározó a fiókák túlélése szempontjából. Az ideális fészekodó magasan az alsó lombkorona szint felett nyílik, és nincs körülötte ág, ami megkönnyíteni a ragadozók, majmok és kígyók behatolását. A párok sokszor elkeseredett küzdelmet vívnak otthonuk védelmében. A betolakodók akár el is pusztíthatják a fiókáikat, ha nincs más odó a környéken. A kutatók ezért mesterséges fészekodók tesztelésébe kezdtek. Az arák által előnyben részesített modellből egyre többet helyeznek ki az erdőbe. Itt lógok egy zöldszárnyú ara, tudományos néven ara chloropterus mesterséges fészkénél, ami lényegében egy átalakított PVC cső. Az a terv, hogy megvizsgáljuk a fiókákat, akik már elég nagyok, úgy nagyjából 80 naposak. Már jó nagyot tudnak csípni, ezért most kesztyűt fogok viselni. Egy kis vödörben eresztem le őket, ahol majd a Tambopata ARA projekt kutatói különböző méréseket végeznek el rajtuk, majd visszaküldik ide hozzám. És megvárom, amíg a lenti csapat végez, és visszaküldi a fiókákat. Until the researcher found there the measurement of the chicken and they sent it back to me.
Elég sok a rovar errefelé, és sajnos csípnek is. Eközben a fa tövénél zajlik a madarak vizsgálata. A kutatók vért vesznek a fiatal aráktól, megmérik a súlyukat, és egyéb adatokat gyűjtenek. Ezeknek a rendszeres vizsgálatoknak a segítségével követik nyomon a madarak fejlődését, és kapnak képet a populáció növekedéséről. Ha összehasonlítjuk a Tambopata rezervátum területét és Puerto Maldonado környékét, két teljesen különböző történettel szembesülünk. Ez a két terület nemrég még nagyon hasonlított egymásra. Most viszont az erdő Tambopatán még mindig jó állapotban van, a másik oldalon viszont egy totális káosz. Pedig mindkét területet ugyanazok a gazdasági hatások érik. Az arany rohamosan emelkedő ára, egyéb árucikkek növekvő értéke. Emellett persze egyre többen jönnek Cuscóból, tehát egyre többet esznek csirkét Puerto Maldonado éttermeiben. Az éttermeknek sok csirke kell, a sok csirkének persze sok kukorica kell, sok kukoricának sok termőföld kell, ami még több erdőírtást jelent. Ezek a gazdasági hatások Madre de Dios egész területén érezhetőek. Ezek a hatások pedig kíméletlenül felgyorsítják az erdőírtást. De itt Tambopatán van valami, ami megfékezi őket, ami megvédi az esőerdőt és a benne élő vadvilágot. Valami, ami csak az itt élő indián törzsel együtt képes működni. Ezek az emberek évezredek óta használják az erdőt. Vadásznak ugyan, de fenntarthatóan. Szóval idejönni és az arcukba vágni, hogy figyeljetek fiúk, mi most építünk ide egy turista központot, úgyhogy mostantól nincs vadászat úgy 5000 év után, hát, hogy is mondjam, ez nem hangzik túl észszerűen. Különösen mivel a vadászat nem csak fehérje forrást jelent nekik, hanem gyerekkoruk óta vadhúst esznek, szeretik az ízét, és persze, egy élmény is a vadászat, ebben nőttek fel, ez a helyi sport, vagy a baseball, vagy hívjuk, ahogy akarjuk. És mindemellett státuszszimbólum is. Ha jó vadász vagy, tisztelni fognak a közösség tagjai. Szóval ez az egész ökonomia, pszichológia, társadalmi normák és szokások összetett keveréke. Nem lehet megváltoztatni egyszerűen azzal, hogy azt mondjuk, ha nem hagyjátok abba a vadászatot, eltűnnek az állatok és természetvédelmi problémák jelentkeznek. Nem. Itt egy nagyon erős, logikus érvelésre van szükség valamire, ami értékesebbé teszi az erdőt a kukoricatábláknál. És hát lényegében ez az ökoturizmus. For people to stop hunting or not turn a field of forest into corn, no? And that is what tourism essentially does. A Rainforest Expeditions bevonja a helyi indián közösséget az üzletbe. Méghozzá többféle módon. Bármilyen állásról is legyen szó a vendégházakban, a helyi közösség tagjai elsőbséget élveznek. Ha nincs valakinek képzettsége az állás betöltéséhez, a cég biztosítja a lehetőségeket a megfelelő képzéshez. Az Inferno törzs tagjai ma már a cég minden szintjén megtalálhatóak. Közülük kerülnek ki a könyvelők, a marketingesek és a menedzserek. Az indián őslakók tulajdonos társak is egyben. A közösség teljes egészében birtokolja a Posada Amazonas nevű vendégházat, aminek bevétele jelenleg 60%-ban az övék. A vállalkozással nem csak a megélhetésüket biztosítják, de a vendégház vezetésének csínyát-bínyát is elsajátítják. Ezen kívül aktívan részt vesznek a döntéshozatalban, a havonta megszervezett vezetői találkozókon. Az őslakókkal aláírt megegyezés kimondja, hogy 2016-ban a cég kivonja magát a vendégház vezetéséből, és annak menedzselését, valamint a bevételt teljes mértékben a közösségre ruházza át. Addigra azonban Inferno tagjai már otthonosan mozognak majd az üzleti világban. Thank you.
Egy ökoturisztikai cégnek nagyon fontos szerepe lehet a természetvédelemben, mert olyan gazdasági hatásokat generál, amik a helybélieket arra ösztönzik, hogy érintetlenül hagyják az erdőt. Így az üzlet kedvezően hat a természetre. Mi vendégeket hozunk az Amazónia őserdőbe, illetve Tambopatára, és azáltal, hogy élményt nyújtunk ezeknek a vendégeknek, egyúttal növeljük is az erdő értékét. Egyszerűen szólva az a feladatunk, hogy egy hektár épp esőerdő értékét magasan egy hektárnyi kukoricaföld értéke fölé tornászunk. Nem messze a Tambopata Kutatóközponttól egy különösen kényes művelethez készülődnek a kutatók, hogy részletes képet kapjanak a madarak mozgásáról. Okay. Mindenki foglalja a helyét. Figyelem, nagyon csöndesnek kell lennünk, mert egy olyan hímet próbálunk csapdázni, akin műholdas jeladó van. Hát egyszer már elfogtuk, ismeri a dörgést. Elég ingerültnek is tűnik. Kicseréljük a régi jeladót az újra. Ismétlem, mindenki foglalja a helyét. Gyuri, te húzod majd meg a csapda zsinórját, amikor jelzek a rádión. Úgyhogy legyen nálad egy walkie-talkie. Műholdas jeladóval felszerelni egy kifejlett arapapagájt nem kis feladat. Még a tökéletes csapatmunka sem mindig elegendő, főleg ha az anyatermészet közbeszól. De a kutatók nem adják fel egy könnyen. Amint eláll az eső, újra próbálkoznak. És ezúttal sikerrel járnak. Szóval Gyuri épp most mászik fel az útban, mert hogy sikerült elfognunk egy hímet. Fogtunk egy sárga szárnyú arát, egy hímet, akit már tavaly elláttunk egy műholdas jeladóval, és ezt kell most lecserélnünk. A folyamat során veszünk tőle egy kis vért is a genetikai és kémiai vizsgálatokhoz, és végzünk egy komplett fizikai vizsgálatot. Ilyenkor megmérjük a csőr, a láb, tőcsont és a farok hosszát, és a pontos súlyt is. Ezeket aztán össze tudjuk hasonlítani a többi vadonból, illetve fogságból származó adatsorral. Az arák óriási távolságokat repülnek. Éves mozgáskörzetük elérheti az 5000 négyzetkilométert. Ezen belül vándorolnak a fák gyümölcsérését követve, és ha eljön a költési időszak, visszatérnek kedvenc fészkelőhelyükre. Csak pontos információk birtokában lehet jól megalapozott természetvédelmi intézkedéseket hozni. A szakértőknek ismernie kell a madarak vándorlási szokásait, hogy miként használják az erdőt, vagy hogy a populáció mekkora egyedszám mellett maradhat stabil. Ezért dolgoznak a biológusok és állatorvosok olyan fáradhatatlanul, hogy amíg csak lehetséges, értékes adatokat gyűjtsenek, melyek nélkül az arák megóvása elképzelhetetlen lenne. Ezzel közvetve hozzájárulnak a többi faj, és végső soron az egész esőerdő megóvásához. Nemrégiben egy gazdálkodó barátommal beszélgettem, mondtam neki, szépen termel a gazdaságod, de miért van az, hogy a földet 60%-a mégis erdő? Ha felszántanád, talán több pénzed lehetne. Mire ő? Hát tudod, az a hír járja, hogy a turizmus jó biznisz lehet, és ezért meg kell őriznünk az erdőt. És ez a lényeg. Az erdőben felnőtt emberek szeretik az erdőt, csak egy kis kifogásra van szükségük, és érintetlenül hagyják a fákat. Érintetlenül hagyni ezeket a fákat.
Ez mindannyiunk hosszú távú érdeke. Nem csak maguké a fáké, de az arapapagájoké, a majmoké és a többi élőlényé, akiknek ezek a fák jelentik az otthont. Az arapapagájok bámulatos karaktere vonzotta ide történetünk szereplőit, üzletembereket, turistákat, biológusokat és természetvédőket. És amíg ezek a színpompás madarak itt lesznek, addig az esőerdő fái is állni fognak.